ott látják, mi ők mutatnám, majd adásunk tartalmat. A bukovinai székelyek országos szövetségének csapata közel 20 fővel képviseltette magát a Bonyhád Majoson megrendezett kolbásztöltő fesztiválon. Ez a harmadik kolbászütő verseny, amelyre az idei alkalommal a bukovinai székelyek országos szövetsége is benevezett, első alkalommal, és hát nagyon sok tagegyesületünk hasonló módon részt vesz a programba. Úgyhogy többek között külhoni tagegyesületeink, mint Madéfalviak, ugye akkor az Aldunaiak, a Sándor Egyháza, a Székelykeve, Székelyföldön, illetve tulajdonképpen Bukovinában paprikát nem használtak. Tehát azt a piros szalámit, vagy kolbászt, ugye, amit mi itt hasonló módon, mint tulajdonképpen a sváboktól tanultuk el, ott kint, tehát Erdélyben nem nagyon használják, illetve a paprikát, de én úgy gondolom, a többi része az hasonló volt, természetesen a technikai lehetőségeket figyelembe véve, hiszen nem volt hűtő, mélyhűtő vagy egyebek, meg így lesütötték a húsokat például, tehát nem a hűtőbe rakták, hanem oldalasra gondolok meg azokat a részeit. És akkor így, meg kimondottan a székelyek mangalicát tartottak, ugye arra gondolva, hogy nagyok voltak a családok, és hát sok gyerek volt, ugye, és akkor így tulajdonképpen egész sokáig tudták így használni. Nekem adtak egy fogót, ahol fogok egész nap sétálni, de én úgy gondolom, hogy 5 kiló húshoz nagy munka nem kell, de hát mindenképpen két embert jelöltünk ki, akik böllérként vagy ők irányítanak, és hát a többi meg igyekszik figyelni. Na most itt a program része ugye úgy alakul, hogy az első részében a reggelit föltállaltuk, mindenki saját maga, ugye, és akkor tulajdonképpen azt is értékelik, hogy hagyományos-e, vagy milyen kelékeket használ. Illetve maga az asztalnak a külleme, hogy milyen, ez is egyfajta zsűrizési értéket ad. A csapatok így módon adtak ízelítőt abból, hogy is néz ki egy megterített bukovinai székely asztal reggelenként. A házigazda Tolna vármegyei város testvér települése is örömmel képviseltette magát ezen a megmérettetésen. Madéfalva a Bonyhád városnak a testvér települése, és meghívtak, most már második alkalommal veszünk részt a kolbászfesztiválon, nagyon jól érezzük magunkat, és megígérjük, mindig el fogunk jönni erre a rendezvényre. Tavaly előtt voltunk az első, tavaly nem sikerült kijönni, de nagyon jó élmény volt, nagyon sok baráttal találkozunk itt, és ez úgy gondoljuk, hogy egy összekovácsoló erő van itt, és függetlenül a kolbász mellett ez a hangulat és ez nagyon felemelő érzés. Madéfalvát öten képviseljük, mi a madéfalvi székely szokás szerint igazából semmi különleges, mint só, bors, paprika, fokhagyma, és ez a receptúra. Tehát ugye most itt 5 kg hús lesz, igazából csak szemre szoktuk, tehát így kóstolgassuk, és akkor, mikor mind az 5 tagnak megfelel, akkor úgy majd hastöltővel fogjuk feltölteni a kolbászt.
A teveli székelykör nem bízta a véletlenre, a hagyományos recept alapján fűszerezték a fesztiválon készített tölteléket, a jó kolbász titka pedig. Éhes vendégsereg, sok pálinka, és nem árt, hogyha jó az alapanyag is, jól van fűszerezve. Ez egy nagyon bevált recept, mert évek óta ezt alkalmazzuk, ez a győztes recept, de viccet félretéve, a hagyományos módszeren só, bors, paprika és székelyesen kis fokhagyma hozzá. És így elég finom lesz, de biztos a többiek is. Én úgy gondolom, hogy ez itt a külső hatások, az itt élő népek, tehát a svábok hatására tanultunk meg szalámit tölteni. Ugye hát Bukovinában, bukovinai székely leszámadottak vagyunk, nem volt paprika, és amúgy is a székely anyáink nagyon kevés paprikát használtak az étekbe. Hát mert jó, és ugye azért nem vagyunk olyan naivak, hogy a jót ne vegyük át. Ugye meg kell mondani, hogy ezt, amit tőlük tanultunk, ez nagyon finom, és ezt alkalmazzuk. Tehát ennek a paprikának nem csak a sváb ételekben, meg csak a székely, hanem az egész magyarságnak köze van hozzá, mert a paprika az egy magyar fűszer. Picit a betegség miatt csökkent a létszámunk, hogy most sajnos 10 vagyunk, és a munka megosztáshoz elhoztuk egymás között a darálást, töltést és a kóstolást, illetve még fő szerepet kap majd a pálinka öntögető. Mi kötelességnek éreztük, mert mi az elsőn is itt voltunk, és akkor is meggyőződtünk róla, hogy nagyon szervezett, nagyon jó hangulatú rendezvény volt, tavaly is nagyon jó volt, és úgy gondoltuk, hogy ha ezt a jót kihagyjuk, akkor saját magunkat zárjuk ki egy jó élményből, és hát úgy gondoljuk, hogy itt kell lenni a másik oldalon meg, ha nem jövünk, akkor előbb-utóbb mások jönnek helyettünk, és helyünket nem adjuk át senkinek. A jó hangulatú rendezvény, ahol sok baráti beszélgetésre adódott lehetőség, remek alkalmat biztosított a bukovinai székely viseletek, ételek bemutatására is. Kétszáz éve született a napjainkban is modernnek számító, örökérvényű versek, elbeszélő költemények atya Petőfi Sándor. A dombóvári székelykör rendhagyó programmal nyitotta meg a Petőfi 200 emlékévet. 2010-ben alakultunk meg, elmúlt 12 év nagyon tartalmas volt. A székelykör tagjai elsősorban bukovinai székelyek, de nagyon sokan közöttünk olyanok is vannak, akik Erdélyből áttelepült székelyek, és elég sokan vannak olyanok, akik nem székelyek, de velünk tartanak, mert szeretnek velünk lenni. Elég színes és sokféle programot szerveztünk az elmúlt 12 évben, és bizonyára azért is kaptuk meg idén a Városi Civil Díjat, mert elismerte a dombóvári közönség azt, hogy mi dolgoztunk. Itt régebbtől kezdve mondhatnám azt, hogy András Avi Bertalantól kezdve Belec Andrásig, tehát nagyon sokféle előadói estünk volt. Az elmúlt évben volt a Tamási Áron év, és ezzel kapcsolatban úgy gondoltuk, hogy rákapcsolódunk mi is, és minden hónapban egy-egy erdélyi író vagy költő életét bemutattuk. Az volt az érdekes, mert ugye most abban a mai világban ugye azt mondják, hogy az embereket nem érdekel az irodalom, nem szeretik a verseket. Egyre többen voltunk ezeken az esteken. Úgyhogy tavaly volt Sütő András estünk, Hányádi estünk, akkor Benedek Elek is téma volt, akkor itt volt Gáspár Klára, vagy most élő és alkotó írónőnek a trilógiáját mutattuk be. És mivel most Petőfi van, most úgy startolunk, hogy akkor most Petőfi Sándorra emlékezve, ma este Petőfi Sándorról szól. A szokásokhoz híven, ugye van az előadás, utána egy kis vendéglátás és beszélgetés, mert én úgy gondolom, hogy amikor emberek összejönnek egy kis borocska, egy kis innivaló, egy kis pogácsa mellett jó elbeszélgetni. Valószínűleg népszerű, mint pont erről beszélgettünk most nemrég, hogy egy ilyen kortalan költő az egyszer biztos. Tehát úgy írta a verseit, nem véletlen lett nagy részük népdal, sőt még magyar nóta is, de nagyon sokat mondott a felnőtt közönségnek a maga korában is, és azt gondolom, hogy biztos, hogy időszerű, és ahogy látom, hogy országosan olyan törekvések vannak, hogy népszerű legyen a fiatalok körében is. A Füttyentek rád Zord világ című előadáson a költő versei és megzenésített versei hangzottak fel Horváth Vera Anna, Sárközi György és Orlik István tolmácsolásában. De hát, ha nem gyerünk. Ha nem gyerünk, Isten benned jó téli ültet. De se baj.
Hát igazából azt mondanám, hogy kultikus Petőfi versek között szemezgettünk, de ekkor füllentenék egy kicsikét, hiszen a mai délután olyan versek is el fognak hangozni, amik nagyon ismertek Petőfitől, és lesznek olyan versek is, amik kevésbé ismertek, viszont valamilyen úton módon úgymond szívünkhöz közel áll, így igyekeztünk mindkét szekcióból választani. Ugye voltak kötelező versek, amiket meg kellett tanulnunk, és nyilván a kötelező versek egyfajta plusz terhet jelentenek a diákok számára, viszont mégis azért elkezd érdeklődni a diák, hogy ki volt ez a Petőfi Sándor, mit alkotott, hogyan élt, és tudjuk róla, hogy ő egy forradalmi lángnyelvű költő volt, de emellett rengeteg tájleíró költészete maradt fönt, rengeteg olyan verse, ahol a szerelemről beszél, és persze nem mellékesen rengeteg olyan verse, amiben azért benne van a csibészség, és mi fiúk azért szeretünk benne lenni a csibészségbe, így egyfajta szentelen Petőfivé válunk magunk is az évek alatt. Személyes sztori, hogy édesapám mindig az Arany Laci rakot mesélte gyerekkoromban, és ez egy nagy jó emlék, ami hozzá kötődik, és tökre örülök neki, hogy itt is felhangzik majd az Arany Lacinak, mert szerintem tök érdemes arra, hogy sokan megismeri. A koncepció gyakorlatilag a szerelmi fáz, vagy a költészeti fázisaira épül majd Petőfinek, a szerelmi lirájából hallhatunk, a bordalos időszakából, illetve majd nyilván a szabadságharccal kapcsolatos eszmei dolgok fognak feltűnni az előadás során, és a vers meg a zene kiegészíti majd egymást, elhangzik majd néhány kultúrtaláka megzenésítés, amit a kedves feleségem megzenésítettünk meg, és most már 7-8 éve folyamatosan járjuk vele az országot, és elhangzanak majd érdekes információk Petőfiről, meg majd rengeteg vers, amit ő írt. A Dombóvári Művelődési Ház egész éves, színes, gazdag programsorozatot tervez a Petőfi 200 emlékévben. Több programmal is fogunk az idén csatlakozni. Egyrészt már volt egy rendhagyó irodalomóránk, most kedden Mózer Zoltán volt itt. Igaz, hogy nem csak Petőfiről volt szó, de ő írt egy 6 részes Olvasatok című sorozatot, amely az iskolai, középiskolai oktatást egészíti ki, és itt sok író költő mellett természetesen Petőfi Sándorról is szó volt, de őt még majd várjuk egy De szeretnék csillag lenni az égen című előadással, ahol egy népzenésszel együtt dolgozzák fel Petőfi munkásságának egy részét. Ezen kívül a mai nappal indul a Petőfi 200 előadássorozat, amelyet a Dombóvári Székely Kör és a Földi István Könyvtár szervez közösen. Ebben mi, mint Művöltési Ház is közreműködünk. Nagy részt egyébként helyi pedagógusok lesznek az előadók, de a Székely Körnek úgy tudom vannak olyan tervei, hogy szeretnék az ifjúságot is bevonni, tehát hogy ők is részt vegyenek. Van úgy tudom társas játékötletük is, amit megint csak majd a tanárokkal és az iskolásokkal készítenének, vetélkedő videófilmek készítése, tehát ugyanúgy egész sok terv van erre az évre. És a jó úrnál eddigi kontomat szépen legvittelem, aztán most már készpénzem ér, jó téli öltönyt varratok, mert közel a téli, és mostani ruhában akár nem is fagyhatok. Lehullott a Jézus vére, a szent keresztfa tövére, drága látós szent ástéből, öt mélységes sábájéből, de a földön nem maradott, mint piros rózsa kinyillott, a szent angyalok feleszették, alázatosan tisztelték. Böjti éneket hallottak a Kéki Hajdú Józsefné előadásában. Ennek az időszaknak különös jelentősége volt a bukovinai székelyek életében, ami nem csak vallási kötelezettséget jelentett, de étkezésben, szokásrendben és az énekekben is megjelent a befelé fordulás. Nálunk még a faluba azért tartsák még a régi szokást, a régi énekeket azért még elé kerülnek, mert vannak asszonyok, akik azért még olyan korosztály, hogy a régi énekek még előjönnek, és nagyon sok ének van olyan, amit most már máshol is templomba énekelnek, de nálunk azért még ez hagyomány, hogy a
böjti énekeket, a régi énekeket azért még elénekeljük misánk kezdete előtt. Ha megy a rózsafüzér, akkor így el szoktuk énekelni ezeket. És akkor hetente van a misén a keresztút, akkor azt a keresztúti éneket, hát ami az hozzá tartozik a keresztúthoz, azokat. Amúgy is a böjt a szomorúságról szól, és ezt úgy gondolom, hogy a böjtbe kicsit tartózkodunk a vidámságtól, a hát a minden, hogy mondjam, a mulatságoktól tartózkodunk, és ebben az énekben minden megvan, ami, ahogy énekeljük, ez valahogy olyan szívhez szóló, olyan keserves a dallamai is, úgy gondolom, meg különleges, amit máshol nem igen hallottam még, úgyhogy templomokban ezeket a régi énekeket. Húshagyó kedden a misén a deák elénekelte a Dúsgazdag síralmát, mert akkor kezdődött a 40 napos böjt, és emlékeztette az embereket a Dúsgazdag elkárhozására. Olvasható egy Isten segítségéről származó gyűjtésben. Gyászba borult Isten csillagvára, függönyt vonnak, mennek ablakára. Meghalt az elesett bárány, vértől lázott szent keresztoltárán. Temetésre lejő a mennyország, könyvben áznak az angyali orcák. Szól zokogva az egek harangja, mennyecs földet végig sírja hangja. Ezek inkább nagy héten szoktuk énekelni a templomba. Meg mi ezeket az énekeket én onnan is tanultam a szüleimtől, de mi nagy héten mindig mentünk az utcába, voltak olyan egykorú idősebbek, és akkor mi voltunk gyerekek, és vitták magukkal, és kellett imádkozni. Azt mindig kellett tudni azt, hogy vasárnap elmúlt, az utolsó vasárnap, illetve az első böjti vasárnap után a nagy héten, mindig imádkoztunk hétközben, de nagy héten, a hétfői nap, akkor összegyűltünk házaknál, és megbeszéltük, hogy a következő, hát a szülők beszélték, meg következő este kihez mennek, és akkor hétfőn kellett imádkozzunk 40 mi atyánkot, mi is a szülőkkel együtt, mert 40 napos böjt következik. A keddi napon kellett imádkozzunk 30 mi atyánkot, mert azt mondták, hogy Jézus 30 évig járt a Földön. Szerdán imádkoztunk 33 mi atyánkot, mert 33 ezüst pénzért adták el Jézust. Csütörtökön 12 mi atyánk volt, a 12 tövis koszorú, meg hát akkor volt ez az utolsó vacsora. Pénteken 5 mi atyánk volt, az az 5 mélységes sebeiért, és szombaton, hogy 40 napot feküdt Jézus a sírba. És akkor vasárnap hajnalban 4 óra körül mentünk a szülőkkel megint, és ott a templomba kellett imádkozni, és akkor mire kiviradt, akkor mentünk haza. És akkor volt a nagyböjthöz tartozott az a, úgy mondták, kókonya szentelés. Azt nagy szombaton is, de nálunk még ma is van, aki tartsa. Én mióta a férjem meghalt, nem igen viszek, akkor a kosárba belerakták a fontkalácsot, kolbászt, amikor ahogy jutott, vagy sonkát, de főtt tojást, és ezt a házi piros tormát, amit a székelyek készítettek. Azat, és akkor hazamentünk a nagy szombaton a feltámadás után, akkor mindig, akkor ehettünk csak zsíros húst. Akkor nagy szombaton a feltámadás után ehettünk csak esetleg zsírosat, és akkor nagy húsvét napján evétkor azt, amit megszenteltettünk a kosárból, hazavittünk, abból egy morzsát nem volt szabad, hogy az tönkre menje. Azt az utolsó morzsáig el kellett fogyasztani, mert azt a szülők
megkövetelték, hogy ezt nem tudom, hogy miért, hát ezt el kellett fogyasztani. Úgyhogy nem volt szabad abból semmi, egy morzsa földre vagy valami, azt nagyon kellett rá vigyázni. Nagybőjtben a szerdai napon se ettünk húst, pénteken se, és azért legtöbbször a szombatokat is megtartottuk a szülőkkel. Hát ma már sajnos ez nem, de én még ma is megtartom, úgyhogy meg azért gondolom nálunk az én korosztályom az biztos, hogy még megtartsa. A böjtös étkezés legfontosabb ételfajtája a birkatúró volt. A gazdák egész nyárra az esztenára adták a birkákat, onnan pedig túrót és sajtot kaptak. A sajtot nagy kelek formákban hozták haza, otthon sóval elgyúrták fahordóba, dézsákba elnyomkodták. Így állt a pincében, és a böjti időszakban ezt ették. Ezeket a böjti énekeket, amit itt énekeltem is, ezeket a szüleinktől még olyan 6-7-8 éves korom óta akkor tanultam meg tőlük, és ezt ma is énekeljük templomba az én korosztályom az asszonyokkal. Vannak ilyen régi dalok, de megmondom őszintén, én még azért ismerem, meg vannak azért nálunk még, akik ismerik ezeket a dalokat, de nem minden könyvben van meg. Én például ezeket a könyvben nem is, van a 1905-ben édesapámnak az apjáé volt, a Orgona Virág könyv, és azokban vannak ilyen régi énekek, de hát nálunk se nem mindenki tudja azért ezeket, de sok van. Így nem tudnám szám szerint megmondani, de van sok. Jaj, én nekem busárbánok, szomorú édesanyának, drága kincsem elvesztettem, Jézus egyetlen szülöttem. Ha valamit tudnék róla, napod csillagok lehulna, hegyek, völgyek és patakok, erről nekem hírt adjatok.